Döntés született a terület és településfejlesztési operatív program megyei pályázatairól. A források harmadát már le is kötötték. A múlt héten első körben ismertették a nyertes települések listáját. Mint ismert, az önkormányzatok pályázhattak többek között ipari park fejlesztésre, óvodák, bölcsődék felújítására, utakra és közlekedésfejlesztésre. A 2014-20-as uniós tervezési időszakban a megyei területfejlesztési koncepció megfogalmazta a megyei fejlesztési irányokat és célokat. Az önkormányzatoknak ki kellett dolgozniuk saját fejlesztési elképzeléseiket. Ezeket összhangba hozni a megyei területfejlesztési programmal. Az úgynevezett TOB-ban ipari park fejlesztésre, óvoda, bölcsőde felújítására, környezetvédelemre, belterületi utakra, közlekedésfejlesztésre, városrehabilitációra, egészségügyi alapellátásra, turisztikai beruházásokra lehetett pályázni. A majdnem 90 milliárd forintos összegből több mint 180 projekt valósulhat meg a megyében, hangzott el a nyertes pályázatok ismertetőjén a múlt héten. 90 milliárd forint a megyei önkormányzat rendelkezésre álló forráskeret, és erről egy harmadnyi döntés született, kb. 30 milliárd forint esetében megszületett a támogató pozitív döntés. A nyertesek, a pályázat kedvezményezettjei értesültek erről, és a mai naptól fogva ez nyilvános is számunkra is, lehet szemezgetni a pályázatok közül is akár. Nyertesek kiértesítése az elmúlt napokban megtörtént, megkapták a támogatáshoz szükséges okiratot. A támogatáshoz szükséges okiratokban föl van hívva minden egyes nyertes, hogy milyen jellegű feladat van ahhoz, hogy a támogatási szerződés megkötésre kerüljön. Én fölkérem most is ezen a sajton keresztül fehérvonyi nyertesek figyelmét, hogy ennek minél hamarabb tegyenek eleget, hiszen az elkövetkezendő néhány hétben szeretnénk mindenkivel megkötni a támogatási szerződést. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésre kerül, és előleget igényelnek, akkor pedig ezt minél hamarabb a kormány szeretné mindenkinek a számlájára eljuttatni. Az első körben nyertes pályázatok között ipari park fejlesztésére 2,7 milliárd, helyi gazdaságfejlesztésre több mint 1 milliárd, turizmusra 4,8 milliárd, óvodákra, bölcsődékre 6,3 milliárd, és például környezetvédelmi beruházásokra 5,6 milliárd forint fog hasznosulni. Bakta Lóránt háza pályázati és közbeszerzési referense Illés László a vendégem ma este. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Tudva-e, hogy Bakta Lóránt háza a megyének az egyik legkisebb városa, nagyon kevés saját forrása rendelkezik, így a toppos forrásokba próbáltuk a fejlesztéseinket beilleszteni. Nagyon nagy sikerre, hiszen másfél milliárd forintot nyertek ebben az első körben. Mi ez a négy pályázat, ami nyert? Úgy tudom, négy nyertes pályázatuk lett. Igen, négy nyertes pályázatunk van, aminek háromnak mi vagyunk a projektgazdái, illetve van egy pályázat, amiben konzorciumi partnerek vagyunk. Amely pályázatot mi vagyunk a projektgazdái, az kerékpárútfejlesztés, illetve zöldváros rehabilitáció, illetve belvízvezetési rendszer kiépítése és fejlesztése, valamint a Szabó-Szatmár-Bereg megye önkormányzattal egy turizmusfejlesztési pályázatba veszünk részt, ahol a Degenfeld kastély már elindult turizmusfejlesztését folytatjuk tovább, és a pince alaksor kialakítását végezzük majd el. Beszéljünk egy picit részletesebben ezekről a pályázatokról, ugye kezdtük a kerékpárúttal. Ez mit jelent, hány kilométer szakasz fog megépülni, és milyen településeket fog összekötni? A kerékpárút kb. 6 kilométeres szakaszt fog magában foglalni, az új építési kerékpárút. Összeköti Nyírkércset Bakta Lóránt házával, nem utolsó sorban a Bakta Lóránt házi tűzoltópályán keresztül, illetve összeköti Bakta Lóránt házát, mint járásközpontú települést Nyírjákóval, illetve Petneházával. Többek között azt is lehet erről tudni, hogy a településekre nem megy be, csak a települések között fog menni a kerékpárút közlekedés biztonsági okokból. Valamint Bakta Lóránt házában egy 3 kilométeres meglévő kerékpárút hálózat, ami már elavult, illetve a hatályos jogszabályoknak nem felel meg, annak a felújítása fog megtörténni. A Zöldváros program keretében? Hát a Zöldváros program már egy kicsit szerteágazó program, azért, mert ugye próbálunk fejleszteni, óriási lemaradásunk volt, de az elmúlt 10 évben azért, aki arra jár Bakta Lóránt, ezen láthatja, hogy azért igyekeztünk. Volt már egy város központ rehabilitációs pályázatunk, amit ugye próbálunk észszerűen integrált városfejlesztési stratégián keresztül megvalósítani.
Elkezdtük a város belső részéről kifelé haladva felújítani szépen a város, tehát a városközpontunk az már egész szépen néz ki. Most viszont, ahogy távolodunk, így akkor egy kicsit elaprózódnak a dolgok. 15 beavatkozási helyszín lesz a zöldváros pályázatban. Maga a helyszín is viszonylag nagy számú, illetve a területek is megosztanak, tehát többek között közcélú sportlétesítményeket is fogunk felújítani, szolgáltatóházat építünk, parkosítunk. A parkosításnál nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy városi tereket szeretnénk létrehozni zöld felületekkel együtt, a meglévő közműveket, azokat a föld alá rejteni, és minél több zöld felületet kialakítani. Nagyon sok pozitív hatást várunk tőle, ugyanis a város elindult egy fejlesztési úton, aminek az volt az elsődleges szempontja, hogy teremtsünk meg megfelelő feltételeket ahhoz, hogy gazdasági feltételek, és gazdasági fejlődést is végre tudjunk hajtani. Most már úgy gondolom, hogy ott tartunk, hogy ezeket a feltételeket ezeknek a pályázatoknak a segítségével létre fogjuk tudni hozni, tehát lesz egy élhető város, lesz egy olyan városközpont, ahová egy befektető, ha bejön, akkor nem savanyú szájízzel fog elmenni, hanem azt fogja mondani, hogy igenis ez egy rendezett, szép környék, szívesebben jön oda, és akkor reméljük, hogy át fog alakulni a város gazdasága is. Egy picit már érintettük is a következő kérdést. Ez a 4 nyertes pályázat, illetve további pályázataik is vannak még, amikről nem született döntés. Hogyan illeszkednek a korábbi fejlesztéseikhez, illetve milyen koncepció mentén fűzték fel ezeket a pályázatokat? Az a nagy igazság, hogy egy olyan kisváros, több, mint mondtam, mint amilyen mi vagyunk, nagyon nehéz egy koncepciót megalkotni, mert elenyésző saját forrásra rendelkezünk. Tehát fontos szempont az, hogy figyelemmel kísérjük a pályázatokat, milyen lehetőségek vannak, de ettől függetlenül próbáltunk észszerű döntéseket hozni, és integrált városfejlesztési stratégiát alkottunk, aminek mentén próbálunk haladni. Vannak olyan fejlesztések, olyan elképzeléseink, amire most a TOB-ban nem tudtunk forrás szerezni, de természetesen nem mondtunk le róla. Más forrásokat is próbálunk bevonni. És az elsődleges szempont, hogy ahogy mondtam, hogy alakítsuk ki azt az infrastruktúrát, amivel ide tudjuk hozni a befektetőket. Sajnos el lehet mondani azt, hogy Baktalanyatházán jelenleg a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. Tavaly több mint 500 közmunkásunk volt, az idén is ez a közmunkás szám az 500-at eléri. Célunk az, hogy ezt az elkövetkező időszakban minél jobban leszorítsuk. Ennek érdekében ugye képzéseket is tartunk a munkahelyi központtal, illetve több FOP-os is volt támogatós pályázaton keresztül. Próbálunk szakembereket képezni, és a munkavilágába közvetíteni az ott lakókat. Milyen gazdasági ágazatokban tudnak gondolkodni ott Baktalórendházán? Hát ugye mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagyunk, ugye az agrárágazat az, ami az egyik legfontosabb ágazat. Baktalanyatházán, illetve Nyírkésen ugye megvetette lábát a Baromfikó, illetve a Mastergood, tehát a Bárány László által képviselt cégcsoport. Ő egész jelentős befektetéseket hajtott végre a településen. Reméljük, hogy ez tovább folytatódik, úgyhogy mindenféleképpen az állattenyésztésbe és a mezőgazdaságba gondolkodunk. Szeretnénk feldolgozó üzemet is létrehozni, illetve hűtőházat. Vannak még különböző terveink, többek között hasznosítani szeretnénk majd a már több mint 10 éve bezárt Baktalanyatházi strandot, ugye amiről tudni kell, hogy turisztikai célra nem igazán fogjuk tudni hasznosítani, mert az előző uniónforrások, illetve jelenleg is csak olyan strandokat támogatott, amelynek a víz egy ógyvíz, ott pedig csak termálvíz van, ezért gondolkodunk olyanban, hogy a meglévő infrastruktúrát felhasználva, például van egy olyan tervünk is, hogy ott afrikai harcsatenyésztő telepet akarunk létrehozni. Ez a 4 nyertes pályázat azért most nem kevés munkát fog adni a hivatalnak. Igen, de hát szeretjük a kihívásokat, tehát a probléma megoldó képességünk az nem olyan rossz. Szeretjük a kihívásokat, szeretjük azt, hogyha dolgozni kell, nem pedig unatkozni, és a legjobb az, amikor látjuk majd a végén az eredményt. De addig igen, valóban rengeteg meló lesz. Kezdődik azzal, amit ugye már említettek is az előttem szólók, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez néhány feltételt még teljesítenünk kell. Szerencsére azért viszonylag jól megterveztük és megírtuk a pályázatokat. Lényegében azt lehet mondani, hogy nagyon kis dolgokat kell, mint mérföldkövek átütemezését kell végrehajtanunk, és megkötni a támogatási szerződést. Aztán jönnek a nagy falatok, ugye a tervezés, a közbeszerzés, ugye, mert tehát ilyen összegű támogatásoknál azért közbeszerzés köteles beruházások lesznek, és a megvalósítás. Hát azért egy jó néhány éves tapasztalat már van mögöttem, úgyhogy azt mondom, pályázatot írni nem nehéz. Végrehajtani az sokkal nehezebb. Kell-e bármelyik pályázathoz valamennyi önerő?
ugye említettem, hogy nagyon kevés nyerünk van, ezek a pályázatok, ezek általában 100%-os támogatásúak. Próbáltunk addig nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. A zöldváros pályázathoz kell körülbelül egy 20-25 millió forintos nyerő. Ez véglegesen akkor fog kiderülni, amikor ugye a közbeszerzés le fog zajlani. Oda is csak azért, mert a város központjában lévő régi OTP régi OTP-t szeretnénk felújítani, ami ugye már kiköltözött onnan és az önkormányzatot tulajdonú ingatlan, aminek az alsó szintje szolgáltatóház, a felső szintje pedig önkormányzati bérlakás, és mivel a pályázat nem támogatja az önkormányzati bérlakások felújítását, ezért azt saját erőből fogjuk megoldani, azért, hogy az összkép az azért szép legyen. Mik a további tervek, hiszen van még második kör? Igen, a második körbe nagyon, nagyon szeretnénk, hogy az ipari park infrastruktúrális fejlesztése bekerülne, ugye már a gazdaságfejlesztés jövőbeli célunk, illetve a második körbe, meg még a nem döntött pályázatokba energetikai felújításaink szerepelnek. Terve van az, hogy az önkormányzat kialakít egy napelemparkot, ahol az önkormányzati intézmények áramellátását, fűtést kivéve meg fogjuk tudni oldani. Nagyon bízunk benne, hogy az is fog majd sikerülni. Illetve vannak olyan terveink, amelyeket a TOB-ból nem tudunk megvalósítani, de próbálunk rá más forrás szerezni. Ezek közül talán a legnagyobbakat említeném, az egyik az, hogy nincs a városnak sportcsarnoka. Jelenleg épül a tanúszoda, és a tanúszoda mellett van még beépítetlen ingatlan, oda szeretnénk egy sportcsarnokat, egy sportkomplexumot kialakítani. Ugye, mert aki azért ismeri kicsit a települést, az tudja, hogy egy sportszerető településről van szó. A másik olyan dolog, ami még úgy gondolom, hogy nagyon hiányzik, nem gazdasági szempontból, hanem közigazgatási szempontból, hogy egy járásközpontú település lettünk. A járáshivatal több helyen található. Ezt szeretnénk egy nagyon szép épületbe beintegrálni. Ez is a jövő feladata. De úgy gondolom, ha ezek megvalósulnak, akkor következik az, ami az igazán nagy falat lesz, hogy a gazdaságfejlesztést beindítani. Illés László, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen.